A Fehérvár Televízió ma esti ünnepi beszélgetések című műsorának vendége Spányi Antal megyés püspök lesz, aki többek közt a karácsonyi ünnepkör jelentőségéről beszél, valamint ünnepi üzenetét is megfogalmazza. Elmondása szerint az ünnep lényege nem pusztán ember és ember szeretetéről szól, hanem ennél sokkal többről. A karácsony Isten szeretetének az ünnepe, hiszen ő volt az, aki a bajba került ember segítségére sietett, és ő volt az, aki látva az emberek bűnét segített. Örömhírt küldött és üzenetet mondott, hogy jön a megváltó. Isten azért jött, hogy egy legyen közöttünk és mindenben hozzánk hasonló, a bűnt kivéve. Eljött, hogy tanítson bennünket az igaz életre és megváltson minket. Az ünnepi beszélgetések mai adása 17 óra 55 perctől lesz látható a Fehérvár Televízióban. Mindenféle ünnepnek egy családon belül is azt gondolom akkor jó, hogyha annak van egy belső érintettsége, tehát erősödik a családi közösség, az egymás iránti szeretet, erősödünk abba, hogy jobban megértjük egymást. Nagyon fontos dolog, ezért időt kell szánni a készületre, nem csak az együtt töltött időre, arra nagyon pontosan vett, szűken vett ünnepre, hanem előtte is arra rá kell készülni, és utána is az embernek a szívében kell őriznie ennek a találkozásnak minden ajándékát, nem csak az emlékét, hanem az ajándékait is. A héten véget értek a fehérvári advent programjai, azonban a gyerekekre még szombat délelőtt is gondoltak a szervezők, hogy ezzel is tartalmassá tegyék számukra a várakozás idejét, amíg odahaza megérkezik a Jézuska. Az évek óta népszerű karácsonyi manókereső játék során a gyerekeknek különböző játékos feladatokat kellett megoldaniuk, amely után apró ajándékok és szaloncukor várta őket. A délelőtti program a városháztéri adventi színpadnál kezdődött. A feladat arról szól, hogy a gyerekek ide jönnek a színpadhoz, kapnak tőlem egy mesét, amit a szüleik fel tudnak nekik olvasni, és ebben a mesében megtalálják azokat a helyszíneket, ez 6 darab helyszín, ahol elrejtettük a manókat, ezeket a manókat össze kell nekik gyűjteni, vissza kell ide hozni hozzám, és kapnak érte egy kis ajándékot. Ez a 6 helyszín itt van a színpadnál, a templomnál, a karácsonyfánál, a kisvonatnál, a Betlehemnél és az országalmánál. December 24-én a karácsonyi évféli misét Spányi Antal megyés püspök celebrálja a székesfehérvári Szent István király székesegyházban. Az évféli mise lezárja az adventet, föloldja a karácsonyi bőtöt és bevezeti az egész ünnepkört. Az évféli misét másnéven a ragyogó fényesség miatt aranyos misének, valamint a Jézus születését hirdető angyalokra utalva angyalmisének is nevezik. A néphitben az évfél a szellemek, a hazajáró lelkek és kísértetek ideje, amelyhez különös képzetek és hiedelmek fűződnek. A szokások szerint az évféli misére vitték el a lutaszéket, hogy ráállva felismerjék a boszorkányokat. Az évféli mise körül kialakult szokás és hitvilág tele van bőség és termékenység motívumokkal, illetve a hiedelmek szerint az évféli misén a legalkalmasabb Isten áldását, segítségét és oltalmát kérni. Az évféli szentmisét a Duna Televízió élőben közvetíti a székesfehérvári Szent István király székesegyházból, december 25-én délelőtt 10:30-tól pedig szintén itt kerül sor a karácsonyi ünnepi szentmisére, melyet ugyancsak Spányi Antal megyés püspök celebrál.